Köszöntöm a Sopron televízió nézőit. Ma a központi témánk a város, illetve környéke közbiztonsága. Első vendégünk pedig Szabó Jenő, a Soproni Rendőrkapitányság kapitányság vezetője. A lezredes úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt lehettek. Köszöntöm a nézőket. De természetesen, mint minden ilyen tájban megtörténnek az évértékelések. A Soproni Rendőrkapitányság is túl van a 2015 éves 5. év értékelésén. Ha néhány mondat kellene összefoglalnia a kapitányság munkáját, illetve hát azt a területet, ami természetesen nézőinket is jobban érinti, akkor hogyan jellemezné az elmúlt évet? A 2015-ös évet a Soproni Rendőrkapitányság úgy ítéltük meg, hogy sikeresen zárta. Tavalyi év végén, ugye mindig minden év végén, évelején ilyenkor meghatározzuk a előttünk álló feladatokat, tavaly is ezt tettük, meghatároztuk azt többek között, hogy a bűncselekmények számát megpróbáljuk szinten tartani, ne következzen be ebbe egy drasztikus emelkedés, és azokat a jelenségeket, amik az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét negatív irányba befolyásolják, ezek ellen hatékonyan lépjünk fel, ezeket akadályozzuk meg, előzzük meg, ha lehetőség szerint, és ha megtörténnek, akkor pedig hatékonyan a bűnöldözés mindenféle tárházával lépjünk fel, és az elkövetőt az igazságszolgáltatás útjára tereljük. Most ehhez képest azt lehet elmondani, hogy nem hogy szinten tartottuk a bűncselekmények számát, hanem kb. 20%-os bűncselekményszám csökkenés következett be. És ugye amit el lehet még mondani, hogy ez a bűncselekményszám csökkenés nem azért következett be, mert különböző internetes csalás és különböző szerzői szomszédos jogok megsértése, mert itt indult eljárások miatt vált kevesebbé, hanem a kiemelt bűncselekmények száma is drasztikusan csökkent, körülbelül ez is 20%-kal. A kiemelt bűncselekmények körét, ami meghatározza az, hogy az a 14 bűncselekmény, amit mi kivettünk a törvényi tényállások közül a BTK-ból, azok a tényállási elemek, amik a lakosságot leginkább felzaklatják, befolyásolják a mindennapi életüket, ide tartoznak a lakásbetörések, a garázdaságok, a rablások, és nem akarom most végig sorolni, de a kiemelt területen is egy 20%-os csökkenésért értünk el. Ehhez a kapitányság személyállománya teljes mértékben oda tette magát, szépen dolgozott, köszönet ezért a kollégáimnak. Persze vannak olyan területek, ahol lehet javítani, és meg is találtuk ezeket a pontokat, hogy mik azok a területek, ahol még többet lehetne tenni a közbiztonság javítása érdekében, mert soha nem lehetünk nyugodtak, soha nem dőlhetünk hátra, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor itt minden tökéletes és minden jó. Vannak területek, amire a jövőben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. De például a rablások száma az elmúlt évben 8 rablás történt Sopronváros területén, az idén, illetve 2015-ben 5-re csökkent. Tehát ez olyan 40%-os csökkenés jelent. A lakásbetörések száma is jelentősen csökkent. Tehát 71-ről 45-re csökkent a lakásbetörések száma, ami azt mondom, hogy persze egy is sok, tehát akinek a lakását feltörték, nyilvánvalóan elégedetlen és joggal fordul hozzánk, hogy akkor előzzük meg és tegyünk valamit, de próbáljuk csökkenteni mindenképpen a különböző bűnmegelőzési eszközökkel, a rendőri jelenlét fokozásával. Aprólékosan oda fogunk figyelni ezekre a területekre is. A prostitúciót tudtuk kezelni, azt gondolom, tehát ami úgy a Gyár utca, Höflány utca, Vitnyér utca térségében jelen volt, hathatós intézkedéseket tettünk, növeltük a közterületi jelenlétet, és megpróbáltuk visszaszorítani ezt a lakosságot irritáló jelenséget. A körülötte fonódó bűncselekményi kört próbáltuk folyamatosan ellenőrzés alatt tartani, és ennek hatására jelentősen visszaszorult ez a magatartási forma ott ezen a részen. Kiemelten kezeltük a közlekedés biztonságát. Sajnos itt átütő eredményt nem tudtunk elérni. A közlekedés területén azt lehet elmondani, hogy 193 személysérüléses közlekedési baleset történt a kapitányság illetékiségi területén. Ez magasabb egy picit, mint az azt megelőző évben, akkor 187 volt, de az 5 éves átlagot, ha nézzük, akkor az 210, és az 5 éves átlag alatt vagyunk. Nyilván itt is az lenne kívánatos, ha minél alacsonyabb lenne, és egyszer csak eltűnne, megérnénk azt, hogy nem lenne személysérüléses közlekedési baleset, de ehhez azt gondolom, hogy igen, messze vagyunk.
próbáljuk azokat a helyszíneket, frekventált útszakaszokat ellenőrzés alatt tartani, a trafipaxot ott alkalmazni, ahol ez leginkább indokolt, és a közlekedés biztonságát leginkább szolgálja. Példaként említem a 85-ös főútnak a Pereszteg-Fertőszentmiklós közötti 7 kilométeres szakaszát, ahol tavalyi évben 22 személyisérüléses baleset történt, ebből 5 halálos, 9 súlyos és 8 könnyű kimenetelű. Az idén ígérvényünk van arra, illetve hát a legjobb tudomásunk szerint a új aszfalt réteget húznak erre az útszakaszra, és remények szerint akkor megszűnnek ezek a balesetek. De addig is fokozatosan, folyamatosan jelen vagyunk ezen a szakaszon. Esős időben ugye 70 km-es sebességkorlátozás van érvényben, ezt mérjük, és az esős időszakban a trafipaxot lehetőség szerint itt alkalmazzuk, és próbáljuk az állampolgárokat a jogkövetésre ösztökélni ezzel is. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy egy csökkenő bűncselekmény szám, a város mentes volt azoktól a kirívó és irritáló bűncselekményektől, ami esetleg más nagyvárosokat jellemez, tehát nincsenek az utcán, a közterületeken olyan jelenségek, ami az emberek biztonságérzetét negatívan befolyásolják. Úgy röviden ennyit lehetne elmondani a környezetről és arról, hogy gyakorlatilag milyen számadatok és mit tettünk és mit tervezünk tenni a jövőben nézve. Mindenképpen még megpróbáljuk a rendőri jelenlétet fokozni, mert azt gondoljuk, és hát nyilván ez nem most világosodott meg a mi fejünkbe, tehát ezt az elődeink is nagyon jól tudták, hogyha több rendőr van a közterületen, több rendőr van az utcán, akkor ezt a bűnözők is megérzik, és nyilván akkor előbb-utóbb vagy odébb állnak, vagy nagymértékben lecsökkentik azokat a tevékenységeket, amik itt nem kívánatosak a város területén. Tehát megpróbáljuk a közterületet minél több rendőrrel úgynevezetten ellátni, közterületre vezényelni a rendőri létszámot. Ehhez segítséget kaptunk, és reméljük, hogy kapunk is a jövőben a készíti rendőrség állományától is. Tavaly évben is jelen voltak a kutyás-lovas járőrök a Volt Fesztivál idején kiemelten, de egyéb más frekventált időpontokban is. A kutyás járőröket oda vezényeltük, ahol leginkább indokolta ezt a szórakozó helyek térségében, hétvégén elsősorban, éjszakai időben, amikor a varázsnoságos testi sértések bekövetkezésének a lehetősége leginkább adott volt, és ezzel próbáltuk a rendőri jelenléttel megakadályozni ott az éjszakai időben ezeket a jogsértéseket. Hogyha itt a rendőri jelenlétről beszélünk, egyébként ez szerintem állampolgári szemmel is érzékelhető az, hogy itt vannak kollégák, tehát nem csak a soponiak vannak itt. Ön a beszámolójában kiemelte azt, hogy rengeteg erőt kellett bevetni a rendezvények biztosítására. Ez mennyiben terhelte meg egyrészt a személyi állományt, másrészt mennyiben hozott új és más irányú munkát? Igen, a rendőri biztosításokat ugye végre kell hajtani egy kapitányság nyilván. Az adott területen, amik történnek, a gyülekezési törvény hatály alatt tartozó rendezvények, az egyéb kulturális sportrendezvényeket, ezeket biztosítani kell. A szükséges létszámon hangsúlyozom a szükséges létszámot, tehát nem szabad egy rendezvényt túlbiztosítani, de alulbiztosítani sem. Az, hogy most a kosárlabda mérkőzések biztosítását, az egyéb rendezvények biztosítását követelmény szinten végrehajtsuk oda, nyilván rendőri erőt kell valahonnan elvonni, és hát ha egy rendőr a mérkőzéseket biztosítja, és ott van a sportcsarnok vagy a stadion környékén, az nyilván mással nem tud foglalkozni. Most ugye ehhez hozzájön, hogy a haladás mérkőzések hazai mérkőzéseit ugye itt játsszák Sopronban, ugye ez is terheli az itteni állományt, és ugye ezeket a biztosításokat is nekünk végre kell hajtani, és ugye eljött az az időszak, ami korábban volt Sopronban, amikor még NB1-es csapata volt, hogy hát a lakosoknak hozzá kell szokni, hogy itt szurkolók jelennek meg a közterületeken, adott esetben szórakoznak, italoznak, és jól érzik magukat, és mennek a csapatuknak szurkolni, és ehhez ugye hát rendőri biztosítást kell nyilván hozzárendelni, de hangsúlyozom, hogy csak annyit, amennyi indokoltan szükséges,
és csak addig, amíg ez az indokolt. Tehát a biztosítások nyilván elveszik az egyéb területről a rendőri létszámot, ami ha nem lenne, akkor nyilván másra lehetne őket alkalmazni, de azt gondolom, hogy ezzel úgy különösebb problémák nincsen, és meg fogjuk tudni oldani ezeket a feladatokat. Ugye közterületekről beszélgettünk, és a számokról is szó esett. Ugyanakkor, ami talán most a kapitány úr nem emelt ki, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, mondhatjuk azt, hogy közel stagnált az előző évekhez. Viszont jelentős, majdnem kétharmados a felfedés, illetve magasabb, mint kétharmados a eredményessége, a nyomozás eredményessége. Ez a jelenlétnek köszönhető, vagy ezen a téren is sikerült megerősíteni esetleg az állományt, vagy már a tapasztalatok alatt feldolgozva dolgozni? Igen, hát mind a kettő véleményem szerint, tehát mindenképp hozzájárul a megerősített rendőri jelenlét a közterületeken. Tehát a közterületeken elkövetett bűncselekményeket mindig kiemelten monitorozzuk, nézzük, figyeljük, hol vannak az bekövetkezésének a gócpontjai, és oda próbáljuk a rendőröket vezényelni, ahol ez leginkább lehetségessé válik. Az, hogy 537-től 527-re csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmény száma, ez nagyon örvendetes, mert ennek örülni kell, és ugye a nyomozási eredményességünk is a 72-ről 76,5%-ra felugrott, tehát nagyon magas nyomozási eredményességgel bírunk, tehát örömmel lehet azt mondani, hogy ugye a legjobb megelőzés a felderítés, azt szokták mondani, és ha magas a felderítési arányunk, akkor ugye ez elveszi a kedvét a leendő elkövetők részéről is, és hát így próbáljuk a közterületi jelenlétet, illetve hát a magas nyomozás eredményességet felhasználva ezeket a jelenségeket visszaszorítani. Korábbi években én úgy emlékszem, hogy Sopronban is sokat hallottunk az utazó bűnözőkről, illetve a csalókról, tehát akik főleg idősebbeket próbáltak megközelíteni. Az elmúlt évben e tekintetben mi volt a helyzet Sopronban, Sopron környékén? Igen, hát sajnos mind a kettő jelenség érintette Sopron város területét. Annyit tudok elmondani, az utazó bűnözőkkel mindig problémánk van. Tehát Sopron egy vonzó célpontja a bűnözőknek. Itt viszonylag az ország többi részhez képest jól élnek az emberek, gazdagság van, és hát vonza a bűnelkövetőket, így a betörés és lopást elkövetni szándékozó bűnözőket is. Most ezekkel szemben nagyon nehéz fellépni. Tehát a utazó bűnözőket megfogni, elfogni nagyon körülményes, és ugye ennek a elősegítésére került kiépítése többek között a kamerarendszer a városba, amit most örömmel tudok jelenteni, hogy hamarosan átadásra kerül a felújított és kibővített kamerarendszer, amit a kapitányságon működtetünk és figyelünk. Ez azt jelenti, hogy közel 50 kamera van most már a város területén. Ezek között több rendszámfelismerő kamera, ami megkönnyíti az utazóbűnözők utólagos felderítését és beazonosítását. Tehát mindenképpen ez örvendetes. Ennek a kialakítása most van folyamatban, tehát a műszaki munkálatok elvégzése még nem fejeződött be. Bízom benne, hogy hamarosan átadják a részünkre, és akkor teljes mellszélességgel lehet ezeket a kamerafelvételeket is használni a bűnmegelőzés és a bűnfelderítés területén. Az idős embereknek a becsapása, ez megint egy olyan bűncselekményfajta, ami országos jelenség, és éppen most van egy ilyen konkrét ügy a nyomozó hatóság, illetve a nyomozó alosztály és a vizsgálati alosztály asztalán, tehát ami elég jó reménnyel kecsegtet arra, hogy tudunk bizonyítani több olyan bűncselekményt, amit itt követtek el a város területén, de ahogy mondtam, ez több megyét érinti, tehát egy országos jelenséggel állunk szembe. Nagyon jó jövedelmező forma ez, és hát sajnos az idős embereknek a hiszékenységét kihasználják. Nem tudjuk hányszor elmondani, hogy ne tegyék, de mégis találnak mindig olyan idős embert, aki sajnos bedől ezeknek a édes szavaknak, és hát odaadja a pénzét, és később derül ki, hogy hát sajnos becsapták.
Tehát próbálunk erre kiemelten figyelni, az idős embereket megszólítani mindenhol, az orvosi rendelőktől, a különböző bűnmegelőző előadásokon át, a templomokba elmegyünk, szórólapot juttatunk el, a postásokon keresztül szórólapot juttatunk el azoknak az idős embereknek, akik talán újságot sem nagyon olvasnak, a médiában többször megjelentünk, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a jelenségekre. Hát ezt folytatnunk kell, és hát nyilvánvalóan nem tántoríthat el bennünket ettől a szándékunktól az, hogy néha egy-egy ember mégis sikerül becsapni, tehát ezt csinálnunk kell a jövőben is. A másik, azt gondolom, hogy ilyen kérdés a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények. Az utóbbi időben lehet, hogy csak a nyilvánosság felé adott tájékoztatások miatt, de minthogyha a városban nőne ezzel összefüggő bűncselekmények, szabásértések száma. Igen, tehát a kábítószer bűnözésről annyit kell tudni, hogy nagyon nehéz ellene fellépni, hiszen a fogyasztónak is, illetve hát annak, aki ezt a kábítószert eladja a részükre, mindkettőnek az az érdeke, hogy rejtve maradjon a hatóság elől. A városban mindig is kiemelten kezeltük a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel összefüggő felderítést, és próbáltuk megóvni a gyerekeinket ettől a nem kívánatos dologtól. Hatalmas erőket mozgatunk, ugye ez elsősorban operatív és nem nyílt rendőreszközökkel megy ennek a tevékenységnek a végzése, és ugye ha egy-egy ilyen hírt látunk a sajtóban, hogy megfogtunk ennyi kábítószerterjesztőt és ennyi fogyasztót, ugye azt lehet, hogy több hónapos rendőri munka előzi meg, és a realizálás során ugye az eredményt látják a tisztelt állampolgárok. Mindenképpen kiemelten kezeljük, rengeteg bűnmegelőzési előadást tartunk ebben kapcsolatosan. Elmegyünk iskolákba, elmondjuk a gyerekeknek ennek a veszélyeit, sajtóba, mindenképpen a televízióban is többször voltunk ezen a területen, hogy próbáljunk meg elejét venni ennek a jelenségnek. A rendőri munkáról annyit kell elmondani, és az eredményekről, hogy tavaly is nagyon szép eredményeket értünk el, több dealer terjesztőt tudtunk elfogni, és most is van egy olyan hullám, itt január és február hónapról lehet azt mondani, hogy ebbe a két hónapban már 5 kábítószer terjesztőt és 30-35 fogyasztót sikerült eljárás alá vonnunk, és próbáljuk persze minél magasabb szinten az elkövetőkhöz eljutni, a kábítószer terjesztőkhöz eljutni, hiszen ugye aki a kábítószert terjeszti és adja el, azok a potenciális célpontjaink. Nyilván a fogyasztókon keresztül lehet eljutni a terjesztőkhöz is egy részről, de mindenképpen ebbe nagyon sokat akarunk tenni a jövőre nézve is, hogy ez a városba ne terjedjen, és ugye mindig azt szokták mondani, hogy ebből a bűncselekményből az a jó, aminél több van. Tehát akkor az azt mutatja, hogy a rendőrség igenis hatékonyan és jól dolgozik, és én is azt vallom, hogy nem ijedek meg attól, hogy ennek a bűncselekmény számnak ez a bűncselekmény szám emelkedik, mert ez azt mutatja, hogy lehet, hogy akkor tényleg eredményesek vagyunk, és hát próbálunk hatékonyan fellépni ezek nem kiállatos jelenségek ellen. Hát igen, ugye a szaknyelv úgy fogalmaz az önös statisztikájában, hogy az ismerté vált bűncselekmények száma, és hát valószínű, hogy ezen a területen van nagyobb esély arra, hogy a nem ismerté vált bűncselekmények száma elég magas. Igen. Hát igen, a látencia biztos, hogy van nyilvánvalóan, és ahogy mondtam, tehát itt a fogyasztónak is az az érdeke, hogy rejtve maradjon. Tehát egy klasszikus bűncselekménynél, ha valakit mondjuk meglopnak, az nyilván el fog jönni a rendőrségre, és feljelentést tesz, hogy az ő sérelmére lopást követtek el. Az a kábítószer fogyasztó, akinek eladták a kábítószert, az nem fog bejönni hozzánk, hogy ő neki most eladott egy terjesztő valamennyi kábítószert, mert hát nyilván őt is bünteti a törvény, tehát ő is büntetéssel fenyegetett, ugyanúgy, ahogy a terjesztő is, tehát azért nehéz ez egy picit, és amikor nem akarja senki, hogy az igazság kiderüljön, ugye hát akkor kell nekünk ügyesen és okosan megszervezni a tevékenységünket, hogy ebből mégis legyen valami.
Alezeres úr említette a segítségeket a szervezeten belül, de hát azért a szervezeten kívülről is érkezett segítség Sopron városban. Azt gondolom, hogy a Soproni Polgárőr Egyesülettel való közös munka az elmúlt évben egy különösebb, nagyobb hangsúlyt kapott. Igen, ennek nagyon örülünk, tehát Sopron kapitányság illetékességi területén 7 egyesület 178 főben működik. Nagyon aktív a Soproni Polgárőr Egyesület. Nagyon köszönjük nekik a tevékenységet, a munkát, amit hozzátesznek a mi munkánkhoz, és a mi eredményeink nyilván nem jöhettek volna létre, hogy így fogalmazzak, ha ők nincsenek. Nagyon sok közös szolgáltatót látunk el, nagyon sok saját szolgáltatót látnak el a polgárőrök, tehát amikor van egy rendőr, és akkor be tudunk mellé ültetni egy polgárőrt, akkor az már mégiscsak egy kétfős járőrnek számít, és nem egyedül van a kollega, így meg tudjuk többszörözni a járőrök létszámát, itt a városon belül is, akár a városon kívül is. Vannak az egyéb rendészeti feladatot ellátó személyek, akiket szintén be tudunk vonni a tevékenységbe, ilyenek a mezőőrök, akkor a közterületfegyelőkkel tervezzük most a jövőben egy olyan hatékony együttműködést, hogy itt is egy közös szolgáltatást el tudunk képzelni a város területén, a rendőr közterületfegyelő közösen látná el a feladatát, tehát ebbe is van lehetőség, és mindent megpróbálunk megragadni, hogy a rendőri jelenlétet többszörözni tudjuk, és aki a rendőrséget így módon tudja segíteni, annak csak köszönettel tartozunk, és a polgárőrökkel is a közös szolgálatok száma, az itt most nem akarok összehasonlítgatni, de a megyébe nagyon kiemelkedő helyen van, és nagyon, nagyon aktív a Soproni Polgárőr Egyesület, de a vidékiek is nyilvánvalóan a magukhoz mérten. És ugye ezeknek az embereknek azért kell ezt kiemelten megköszönni, ezt a tevékenységet, mert szabadidő terhére, különböző juttatások nélkül ezt önállóan, önszorgalomból végzik, és ezért tényleg hálásnak kell lennünk. Lázeres úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és természetesen köszönjük az önök munkáját is. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, a következő vendégünk pedig Víg József Attila lesz, a Soproni Polgárőr Egyesület elnöke, maradva a közbiztonság témánál. Várom önöket. A téma marad a közbiztonság, Sopron város és környéke közbiztonsága. Vendégünk viszont Víg József Attila, a Soproni Polgárőr Egyesület elnöke. Köszönöm, elnök úr, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Elnök úr, az előző vendégünk Szabó Jenő alezredes úr volt, a Soproni Városi Rendőrkapitányság vezetője, és nagyon dicsérő szavakat mondott az önök munkájáról, és köszönte is. Ahogy én nézegettem az elmúlt évi tevékenységüket, az elmúlt év ilyen szempontból tényleg különösen kezdődött, hiszen egy teljesen új lehetőség nyílott meg a város támogatásával, a Soproni Polgárőr Egyesület és a Soproni Városi Rendőrkapitányság közötti munkára, közös munkára. Így igaz. Gyakorlatilag a tavalyi évben több mint 6000 óra szolgálati időt teljesítettek polgárőreink velem együtt a város közterületein. Ennek több mint egy harmadát a rendőrkapitánysággal a polgármester úr által kezdeményezett úgynevezett mozgóőri gyalogos szolgálatra fordítottuk. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség közrendvédelmi osztályának a járóreivel a város frekventált területein gyalogos szolgálatot teljesítünk. A visszajelzések a lakosság részéről nagyon pozitívak voltak, azon túlmenően, hogy gyakorlatilag ilyenkor sok esetben megkettőzhető a láthatósági járőrszolgálat, hisz két rendőr helyett lehet úgy, hogy egy rendőr, egy polgárőr, még egy járőr, egy rendőr, egy polgárőr, tehát hatványozottan láthatóvá válik a közrend védelmében végzett tevékenységünk. De a szolgálataink során nem csak a város valamennyi rendezvényeinek a biztosításán vettünk részt, és beleértve a közterületi rendezvényekre gondolok, sportrendezvényektől kezdve ünnepi hetek, egyházi ünnepek, egyéb rendezvények, a Budapest maraton, kerékpáros túrák, szóval szinte nincs olyan rendezvény, ahol a polgárőrség ne venne részt a biztosításban. Nagyon sok esetben a rendőrségtől függetlenül önállóan biztosítjuk, hisz törvényileg a polgárőrség az egyetlen olyan civil szervezet,
mely a rendőrség stratégiai partneri mellérendelként együttműködünk. Az elmúlt évben ezen túlmenően a soproni parkerdő kilátóinak a felügyeletét is a TAEG-gal való együttműködésünk részeként folyamatosan ellenőriztük, közös rendőrségi erdészeti akciókba vettünk részt a falopások visszaszorítása, illetve esetleges tettenérések érdekében, továbbá a halőrökkel, a Sopron és környéke horgászegyesülettel, halőrjeikkel közös járőrszolgálatban ellenőrizzük a horgászvizeken a horgászok napi vagy évi jegyük meglétét, és amennyiben nem, úgy feljelentés kezdeményezésére kerül sor. Kik még az együttműködő partnerek, hiszen azt gondolom, hogy az erdőgazdaság és a halőrökön kívül egyre több együttműködő partnerek. Az STKH, ő még egy stabil együttműködő partnerünk, illetve a tavalyi évben együttműködési megállapodást kötöttünk a Gyesev ZRT-vel, melynek részeként a Gyesev pályaudvaron is rendszeresen megjelennek a polgárőreink, illetve a pályaudvar mellett található parkolókba, valamint kerékpártárolóba, folyamatosan tartva a kapcsolatot a Gyesev biztonsági őrségével, illetve most már a Gyesev pályaudvaron lévő rendőrös tagjaival is. Egy nagyon érdekes dolog, amit ön említ. Picit most nem megyünk bele, de azt talán tudott, hogy polgárőrként akkor állhat szolgálatba valaki, hogyha sikeres tanfolyamot végzett el. Viszont ahogy én néztem az elmúlt évüket, azért önök nem állnak meg ennél, hogy sikeres vizsgát tett a kolléga, akkor járőrözhet, hiszen arra is odafigyelnek, hogy megfelelő új ismereteket kapjanak. Mindenképpen gondolok itt az elmúlt évi továbbképzésekre. Igen, hát az elmúlt évben kezdte az Országos Polgárőr Szövetség együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közbiztonsági Egyetemmel, melynek részeként, illetve melynek eredményeként felsőfokú polgárőr, tehát polgárőr akadémiai képzésre került sor. Idén februárban vettem jó magam is ezen részt, ez az egyhetes, nagyon komoly képzés, gyakorlatilag felsőfokú képesítést nyújtó képzés. Ez már a hatodik ilyen képzés volt, és a cél az, hogy valamennyi polgár, tehát az országban több mint 2000 polgárőr egyesület van, az OPS célja az, hogy valamennyi polgárőr vezető részt vegyen ezen a továbbképzésen, ahol nagyon-nagyon komoly felkészült professzionális előadók voltak a tanfolyam oktatói, aminek a végén vizsgát kellett tenni ahhoz, hogy a képesítést megszerezzük. A szolgálatellátásról, hogyha beszélünk viszont, a feltűnt számomra az, hogy a gépjármű felderítésben, tehát itt lopott gépjárműről beszélünk természetesen, nagyon-nagyon sikeres a soproni csoport. Igen, ennek ugye hosszú a története, mert az országban talán először nekünk volt nem ez a típusú, de a korábbi körözött gépjármű felismerő rendszerünk, ami akkor még a határőrséggel együttműködve a soproni határkilépőn is üzemelt. Az országban az Országos Polgárőr Szövetség gépjármű felderítő tagozatának az egyik alapító tagszervezete a Soproni Polgárőr Egyesület. Török László kollégám, ő a észak-nyugat-magyarországi régióba a gépjármű felderítő rendszernek a régióvezetője. A tavalyi évben például több mint 20 000 gépjárművet ellenőriztünk, és abból több mint 100 esetben kellett akcióba lépni, illetve intézkedést foganatosítani. Természetesen ez a gépjármű ellenőrzés ez a rendőrséggel szorosan együttműködve történik szintén, mint ami sok más szolgálatunk esetében is. Mi az, amiben még elmondhatjuk, hogy eredményesek voltak, tehát milyen intézkedések vagy segítségkérések történtek az önök részéről? Hát baleseti helyszíneléstől kezdve a körözött gépjármű felderítés, aztán a rendezvénybiztosítások,
aztán például, amikor bombát találtak a városba, akkor a tűzszerészek érkezéséig helyszíni szolgálat biztosítása, helyszíni biztosítási szolgálatot láttunk el. Tehát igyekszünk a bűnmegelőzés, a felderítés minden olyan területén együttműködni, figyelőszolgálatokkal segíteni a rendőrség munkájának minél nagyobb hatékonysági fokát. Szeretnénk az országban a polgárőr törvény módosítása kapcsán lehetőség nyílt az ifjú polgárőr mozgalom kiszélesítésére, mert vannak egy olyan egyesületek, ahol volt ennek már előzménye. Mi nem tudtuk és nem akartuk még ezt Sopronba elindítani, azért nem, mert mint ahogy igyekszünk, nem véletlenül, talán nem szerénytelenség, hogyha az ország egyik legjobban elismert polgárőr egyesülete a Soproni, szeretnénk nagyon professzionális szinten csinálni ezt az ifjú polgárőr képzést is. Pontosan ezért nagy tisztelettel kérném a város pedagógus társadalmát, hogyha már Sopron iskolaváros, akkor aki a szakmai, tehát a lokálpatriotizmusán túlmenően szakmai identitás is érez arra, hogy bekapcsolódjon a polgárőr munkába, akkor az alapképzés után velük szeretnénk beindítatni, és általuk szeretnénk kézbe tartani az ifjú polgárőrök tevékenységét. Nem csak azért, mert az oktató munkájuk kapcsán ők találkoznak közvetlenül az ifjúsággal, hanem azért is, mert a fiatalokat ezen a téren is úgy gondolom, hogy olyan erkölcsi tartással és szakmai tudással bíró kollégáknak kéne irányítani, akik ebbe toppon vannak. Mit tud ez a rendszer, ez az ifjú polgárőr rendszer? Tehát mi az, amit számít a fiataloknak, és mi az, amit például, ahogy most ön is említette, a pedagógusoktól várna az egyesületen belül? Hát gyakorlatilag a polgárőr szemlélet elmélyítése az, amiben be tudjuk vezetni az ifjúságot. Amiért egyáltalán a polgárőrség létrejött, az annak az az oka, hogy sajnos a rendszerváltás után ugye elszabadult a pokol elsődlegesen az ország délkeleti, déli, keleti részén. Nyilván a lakosság kezdeményezésével, a lakosság rádöbbent arra, hogy vagy összefognak és megpróbálnak önmaguk védelme, biztonsága érdekében tenni, vagy a fejük fölött összecsapnak a hullámok. Magyarul az a régi közmondás, hogy segíts magadon, megsegít az Isten. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban az idő bennünket igazolt, mert sajnálatos módon Sopron, ami valamikor évtizedeken keresztül a nyugalom, a biztonság, a béke szigete volt, itt is azért a demográfiai robbanás helyett ugye nem véletlenül nőtt meg több mint 10 000 fővel a város lakossága, és ezek még csak a hazai pályáról, az ország keleti egyéb elmaradottabb vagy kevésbé élhető területeiről ide érkezettek. Ezeknek jelentős része nem csak az, akik Ausztriába dolgoznak, hanem olyanok is, akik úgy gondolják, hogy itt kolbászból van a kerítés a nyugati végeken, és nem aktív munkával akarnak hozzájárulni a város életéhez, hanem a mások által megtermelt javak begyűjtésével és eltulajdonításával. Na most, ha nem fogunk össze, és hogyha ezt a szemléletet a fiatalokba nem visszük be, akkor egyszer csak, amikor elkopik az a korosztály, amelyik úgy gondolja, hogy hajlandó a közért ingyen, nem csak pénzért tenni is valamit, a szabad idejéből áldozni, akkor itt is megszűnik az a békés, relatíve békés és nyugodt hangulat, amit a soproniak vagy az ide látogatók még talán ma is éreznek. De a 14-18 éves korosztályról beszélünk ebben a tekintetben, amelyeknek a közösségi szolgálatot is kell tenniük 50 órát. Ez az ifjú polgárőr történet, ez bent van ebben a lehetőségben? Természetesen beleilleszthető. Én az elmúlt évben felvettem a város valamennyi középiskolájának az igazgatóival a lehetőséget, illetve a kapcsolatot, lehetőséget biztosítva arra, hogy a diákjaik, amennyiben igénylik, a polgárőrségen nél is
letölthetik ezt a tevékenységet. Óra, igen. Igen, ez a közfeladat ellátó tevékenységet. Közösségi szolgálatot, bocsánat. Van is két olyan polgárőrünk most már, aktív felnőtt polgárőrünk, akik az 50 óra után, megismerve a polgárőrség tevékenységét, letették a következő, leszolgálták a következő 50 órát, és sikeres alapképzési vizsgát tettek, és azóta aktív önálló polgárőrként tevékenykednek az egyesületünkben. Tanulmányai befejezéséig, hát hál' Istennek ez még a tavalyin túlmenően még két év, mert utána nagy eséllyel eltávoznak Sopronból. Említette, hogy az egyik legelismertebb, mármint a munkájuk tekintetében legelismertebb a Soproni Polgárőr Egyesület, de hát nem csak maga az egyesület, ahogy néztem, természetesen a polgárőrök is kaptak azért szépen elismerést az elmúlt év végén. Igen, hát sajnálatos módon, bár ugye az ember mindig elégedetlen, körülbelül 500 embernek is tudnánk feladatot adni a városba, annál is inkább, mert ugye ez akkor azt eredményezni, hogy több szem többet lát. Tavaly volt olyan 24 órás szolgálatunk a rendőrséggel közösen, ahol a város valamennyi lakóövezetében megjelentek a közös járőreink. A lakosság részéről nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogy milyen jó lenne, hogyha ez gyakrabban és sűrűbben fordulna elő. Hát ugye erre én azt tudom mondani a város valamennyi lakójának, hogy milyen jó lenne, hogyha nem 50 körül fluktuálódna a létszámunk, hanem mondjuk 500, mert akkor optimalizálni lehetne azt, hogy egyes lakóövezetekben lennének önálló polgárőr csoportok, akik csak ott teljesítenének szolgálatot, azon túlmenően, tehát onnan csak akkor kéne egyéb feladatba bekapcsolódniuk, hogyha valamilyen olyan rendezvény van, ahova nagyobb létszámot kell felsorakoztatni. Hisz a saját lakókörnyezetét ismeri mindenki a legjobban, azonnal észreveszi, hogyha nem odavaló, akár személy, akár trükkös tolvaj, akár idegenek, akár valami rogyant autóval valaki ott helyszíni bejárást tart, vagy éppen szemlét, hogy hol, mikor, melyik háznál milyen mozgás van. Szóval egy arra menő véletlenszerűen akár rendőr, akár polgárőri járőr akkor veszi észre, hogy itt gond van, hogyha mondjuk valaki kifele mászik a kerítésen, és nyilván feltételező, hogy nem a lakáskulcsát hagyta ki a tulajdonos. De aki ott lakik, az ismeri a környéket, az embereket, minden egyebet. Tehát nagyon-nagyon szükség lenne erre, hisz csak akkor tudjuk megőrizni ezt a pozitív közérzetet. Úgy önmagunk, mint az ide látogatók számára, ha összefogunk, és minél nagyobb létszámmal tesszük a munkánkat, annál hatékonyabbak és eredményesebbek tudunk lenni. Ugye itt az elismerésekről beszéltünk, három kolléga is elismerést kapott Igen. az évvégén. Igen, tehát a rendőrségtől, rendőrkapitányságtól is kaptak elismerést kollégáink, aztán az Országos Polgárőr Szövetségtől is, hisz jól végzik a munkájukat. Azért lehet eredményes az egyesület is, hogyha a tagok eredményesek. Elnök úr, én köszönöm, hogy a vendégünk volt, és hasonló eredményes munkát kívánok a saját érdekünkben is, az idei évben is önöknek. Még egy dologra szeretném felhívni a város lakosságának figyelmét. Úgy a polgárőreink, mint a Soproni Polgárőrség munkájának elismeréseként a városvezetők kezdeményezésére az Országos Polgárőr Szövetség elnöke tavaly novemberi rendkívüli közgyűlésen bejelentette, hogy az idei kettős jubileumi polgárőr nap helyszíne Sopron, megyejogú város, Lövérkemping június 18-án, mert idén 25 éves a polgárőrség, és 20 éves a Soproni Polgárőr Egyesület. Minden Sopronit szeretettel várunk, ez egy térítésmentes, egynapos ugyan, de egy akkora rendezvény, ahol 6-8 ezer ember jön az ország különböző területeiről, valamennyi polgárőr szervezettől, illetve megyei szövetségtől. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és minden Sopronit szeretettel várunk, nem csak a polgárőrnapon, hanem a közös jövőnk fenntartása és építésére a polgárőrség soraiban is. Köszönöm szépen. Elnök úr, én még egyszer köszönöm, hogy a vendégünk volt, kedves nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, mára búcsúzom, a viszontlátásra.